Jöjjön a szokásos európai kitekintés, lássuk, hogy hogyan állnak az egyes országok a koronavírus elleni harcban a kontinensen. Visszább kapcsol a francia kormány, a tervezetnél jóval óvatosabban kezdenek csak lazítani a járványügyi intézkedéseken. Bár korábban csökkenésnek indultak a járványügyi mutatók, az elmúlt napokban viszont megállt az apadás. Az országban december 15-től éjszakai kijárási tilalom lép életbe, és bár nem akarták, de az intézkedés az ünnepek alatt is érvényben lesz. A januári műsor plakátját helyezik ki egy párizsi színházban. Az igazgató azt mondja, a járvány miatt rendkívül nehéz idők járnak a kulturális ágazatra, de az embereknek szükségük van a kikapcsolódásra. Az embereknek szükségük van a nevetésre, a mozik, múzeumok és a színházak lehetőséget kínálnak számukra, hogy egy időjére elmeneküljenek a mindennapi gondok elől, mondta az igazgató. Néhány ismert francia művész azonban csalódottságának adott hangot a kormány döntése miatt. Pierre Niné, francia színész, Twitter oldalán azt írta: nehéz elhinni, hogy miközben az üzletek, repülőgépek, vonatok, szupermarketek fogadhatják az embereket, a mozik és a színházak zárva maradnak, pedig óriási erőfeszítéseket tettek a biztonság érdekében. A francia kormány már 7,5 milliárd euró, azaz közel 2700 milliárd forint támogatást nyújtott a kulturális ágazatnak. Az újabb kényszerszünet miatt Roselyne Bachelot kulturális miniszter újabb 35 milliót kért a színházak és mozik megmentésére. Az országban az elmúlt napokban ugyanis megállt a fertőzés szám csökkenése, a kormány ezért úgy döntött, hogy a korábban tervezetnél csak óvatosabban enyhít a korlátozásokon. Korábbi terveinkkel ellentétben a kijárási tilalom érvényben lesz karácsonykor és szilveszterkor is. Az új év hagyományosan a partik ideje. Ha a fertőzések száma tovább csökkenne, könnyen kezelhetnénk a kockázatot, de nem ez a helyzet, mondta a kormányfő Jean Castex. Emmanuel Macron elnök azt mondta, csak akkor engedélyezik a további lazítást, ha a napi koronavírusos betegek száma 5000 fő alá csökken. Csütörtökön több mint 13 ezer új fertőzöttet regisztráltak Franciaországban. Robbanásszerűen terjed a koronavírus járvány Németország több térségében is. A november elején bevezetett korlátozások nem mindenhol voltak eredményesek. Az újabb szigorításokról várhatóan vasárnap dönt majd a kancellár és a tartományi miniszterelnökök. Berlinből Noll Katalin jelentkezett. A fertőzöttek száma, illetőleg a halálesetek száma rekordokat dönt. A mai napon például mindkét rekord megdőlt, 29.875 új fertőzést diagnosztizáltak, 6000-rel többet, mint az azt megelőző napon, és rekordot döntött az egy nap alatt bekövetkezett halálesetek száma is, 598-an vesztették életüket a koronavírus járvány következtében, tehát ezzel a szerdai rekord dőlt meg. Közben némi jó hír érkezett Erdélyből, mivel enyhén csökkent a fertőzöttek száma a Szilágyságban az elmúlt napokban, ezért több településen is lazítottak a szabályokon. Ma már újra nyitott több vendéglő és a kávézók belső terei is a Szilágy megyei településeken. Ahogy az itt is látszik, a szilágysági vendéglátásban kezd újra beindulni az élet a bezártság után. A hatóságok úgy értékelték, hogy kellően meghozta az eredményt az, hogy karantén alá helyezték a szilágysági városokat Szilágysomlyó kivételével, ugyanis az elmúlt időszakban tizedére csökkent itt a fertőzöttek száma, és ez lehetővé tette azt, hogy újra megnyissák az éttermeket, kávézókat, és ugyan korlátozással, de működhessenek. Naponta 23 óráig fogadhatják a látogatókat. A járványhelyzet közepette készül a kereszténység a karácsonyra. A Vatikánban ünnepi fénybe borult a Szent Péter tér, felkapcsolták a karácsonyi világítást, és a hatalmas karácsonyfa is áll már a bazilika előtt. Ugyanakkor az ünneplést idén jócskán átírják a járványügyi szabályok. Péntek este kigyúltak a fények a vatikáni karácsonyfán, a 30 méteres lucfenyőt a hagyományokhoz híven a római Szent Péter téren állították fel. A koronavírus járvány teremtette vészhelyzetben sem mondanak le a karácsonyi hagyományokról a vatikáni Szent Péter téren, ahol már az obeliszk mellett áll a 30 méter magas fenyőfa, amely az idén Szlovéniából érkezett, 7 tonna súlyú és 1500 arany és ezüst gömb díszíti, sárga és fehér színekkel, amelyek a Vatikán színeit idézik. A betlehemi játszól Abruzzo tartományból származik. A betlehem állítás hagyományát Assisi Szent Ferenc vezette be Olaszországban, a karácsonyfát a Szent Péter téren elsőként a lengyel, II. János Pál pápa állította fel, nem sokkal azután, hogy a Vatikánba költözött.
Csütörtökön a Vatikán azt is bejelentette, hogy a járványhelyzet miatt Ferenc pápa tervezetnél 2 órával korábban, este 7:30-kor mutatja be a szentesti misét, így a hívek még az éjszakai kijárási tilalom kezdete előtt hazatérhetnek. Ferenc pápa a koronavírus miatt idén elhalasztotta külföldi utazásait, a tervek szerint március elején 4 napra Irakba utazik. Olaszországban enyhült a járvány terjedése és csökkent a napi fertőzöttek száma, ám az elmúlt napokban is drasztikus halálozási adatokat közöltek az egészségügyi hatóságok. Csütörtökön több mint 700-an haltak meg, egy nappal korábban pedig 800-an. A dél-európai országban a járvány kezdete óta 63 ezer áldozatot követelt a koronavírus. Nagy-Britannia után ez a második legmagasabb halálozási arány Európában.